azt szeretem, amikor van egy nagyon jó kis egyensúly a tanítás és a filmkészítés között, mert ugye ha egyfolytában tanítanék, akkor azt nem bírnám. De mert úgy működik, hogy igazából tanítok, filmeket készítek, és akkor tanítok, és akkor egy szép egyensúly alakult ki. Mert amikor az ember tanít, akkor ugye mindig azt gondolja az ember, hogy ugye az történik, hogy a diákok tanulnak, és én vagyok a tanító, de igazából számomra az történik, hogy én is tanulok, legalább annyira, mint a diákok. Mert ugye jobban megismerek más filmkészítési módszereket, ugye, mert ezt meg kell tanuljam, el kell mondjam nekik, és a diákok perspektívája is nagyon érdekes, tehát az is nagyon sokat számít. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Magyarul a Nagyvilágban podcaston. Réka vagyok. Létrehoztam ezt a podcastot, mert azt gondoltam, milyen jó lenne egy információs hálót építeni a világban szétszúródott magyar emberek között. Ez a podcast lehetővé teszi számukra, hogy hozzáférjenek, hozzátegyenek, vagy felhasználják ezt a tudást. Ha ennek az óriási szétszúródott tudásnak csak egy részét meg tudom mutatni, elérhetővé tenni bárki számára, akkor nem volt hiába való egyetlen lépésem sem. Híresen különleges gondolkodásunk, mely nyelvünkből fakad, összeköt minket, akárhol is élünk. Kár lenne hagyni ezt a temérdek kincset parlagon heverni. Podcastjaim magyarokról szólnak, magyaroknak. Magok vagyunk, sokfélék vagyunk, sokfelé élünk, sokfele tudást hordozunk. Miért ne oszthatnánk meg ezt egymással? Hegerős Péter 1991-ben költözött Ausztráliába. 2008-ban Brisbane-ben a Griffith Egyetemen végezte filmtudományi tanulmányait és szerezte meg doktorátusát. Első munkái között szerepel az 1999-ben bemutatott Grandfathers and Revolutions című film, amiben Magyarország volt miniszterelnökével, Hegerős Andrással, aki egyben a nagypapája is, beszélget az 1956-os forradalom leveréséről. Filmjét jó pár nemzetközi filmfesztiválon lejátszották és számos díjat nyert egyedi munkájával. Péter azóta is sikert sikerre halmoz és számos szakmai elismerést tudhat magáénak. A filmrendezői tevékenysége mellett 2013 óta a Griffith Egyetemen is dolgozik. Először programtervezőként, majd igazgatóhelyettesként. Péter mesélt Ausztráliába költözéséről, a filmipar nehézségeiről és hogy mik inspirálják őt egy film készítésénél. Hegerős Péter. Igen. Köszönöm szépen a lehetőséget és a helyszín biztosítását. Általában a beszélgetést azzal szoktam kezdeni, hogy megkérdezek mindenkit, hogy mi az ő története, de mit szólnál hozzá, hogyha most a munkáddal kezdenénk, mert nagyon érdekesnek találom. Persze. És hogy elmondanád, hogy pontosan mit csinálsz? Hát egyetemen tanítok, dolgozom, én vagyok az egyetem igazgatóhelyettese, és a felelősségem nagy része kutatással van, ról szól, és emellett tanítok is, és emellett még filmeket is csinálok. Ez része a munkámnak, a kutatásomnak. És megnéztem pár filmedet a honlapodon, ahol mit találtam. Egy csomó magyar történet van. Miért pont magyar történeteket választasz? Nagyon érdekel, ugye a magyar kultúra mindig is foglalkoztatott, és ugye ez az identitás tudat számomra nagyon fontos, hogy akkor ugye részben magyar vagyok, részben ausztrál vagyok, és ezt mindig valahogy ezt próbáltam feldolgozni a filmeimben már 98 óta igazából. Ugye a honvágy is van picit, de aztán az is foglalkoztat, hogy pontosan milyen problémákkal küzd meg az ország, az emberek ott Európában, Magyarországon, és ez így valahogy összekeveredik bennem szerintem, és filmeken keresztül próbálom ezeket feldolgozni. Terápia. Ja, igen, terápia, igen, igen, igen. Mikor honvágyról beszélsz, az emberek iránti honvágyad, vagy a maga a haza után vágysz, mikor Magyarországra gondolsz? Jó kérdés, hát szerintem mind a kettő iránt vágyok. Szerintem mindenképp család az nagyon fontos számomra, tehát apukám Magyarországon él, édesapám, unokatestvéreim is, de szerintem maga a nyelv, a kultúra,
és ugye a helyek ugye azok hozzájöttem, ahol felnőttem 14 éves koromban. Jöttem ki Ausztráliába, tehát addig ugye Magyarország volt minden, az utcák, stb. Minden. Tehát akkor ugye ezért is szeretek visszamenni, mert ezt, hogy így újra átélem. Mm. 14-es korodban, hogy kerültél ki akkor, ha már itt tartunk? Ja, hát az volt, hogy Budapesten éltünk, anyukája nem volt nagyon jól, rákos lett, és édesanyám, a szüleim elváltak 82-ben, és édesanyám úgy határozott, hogy akkor most nem kéne Magyarországon maradni, és volt egy nagybácsi, úgyis igazából a nagymamámnak az unokatestvére, Jancsi bácsi, itt lakott Brisbane-ben, és 48 óta, és leveleztünk, meg képes lapokat küldözgettünk egymásnak, és akkor egyszer csak így, arra emlékszem, hogy ültünk ott a konyhába, vagy a nappaliba, és akkor anyukám azt mondja, hogy elhatározta, hogy akkor most akkor lehet, hogy kimegyünk Ausztráliába pár évre, két évre, hogy megtanuljuk a nyelvet, egy kaland. De mondjuk apukám, édesapám erről nem tudott, ő azt hitte, hogy hozzá kellett járuljon az úthoz. És ugye azt mondtuk neki, hogy 2-3 hónapra vigyünk ki nyári szünetre. És akkor ugye ott maradtunk igazából, de ez egy másik történet. Érdekes. Nagy változás volt számodra 14 évesen kijönni ide a kultúra? Igen, hát mindenképp, tehát ez egy olyan... Persze, ugye fehér emberek vagyunk, még mindent, tehát a szempontból kultúra akkor, ugye 91-ben, de Budapest és Brisbane, ugye két nagyon-nagyon más város volt akkor. Még most is, de szerintem ugye a Brisbane azért valahogy felzárkózott, de tényleg Budapest el tudott képzelni, hogy olyan város volt, ahol az ember lement az utcára, és akkor nyüzsgés, mozgás, mindig ott volt minden, és kávézók, étterem, nem tudom, mozi. Itt meg ugye minden el vannak távolodva az emberek egymástól szerintem picikét, és hogy vannak ezek a úgynevezett suburbök, és akkor ugye ott élnek az emberek, és ha vannak jó kapcsolatok, baráti kapcsolatok, a családok, azok összejárnak, de azért nincs az a hangulat, és ezt éreztem nagyon 91-ben, amikor kijöttünk, és ez nagyon, akkor már egy kicsit meg is ütött. Izgalmas volt az elején, de aztán éreztem azt, hogy hú, hát akkor most nem látunk embereket már egy pár napja. meg persze a barátok is hiányoztak. Szerintem a nővéremnek nehezebb volt, mert ő 16 éves volt, és neki akkor már nagyon, nagyon erős baráti köre volt Magyarországon, és ugye nem beszéltünk angolul se igazából, tehát gimnázium első évében tanultam angolul, de heti egyszer német tagozatra jártam. Úgyhogy ezért nagyon nehéz volt, igen. Miért döntöttetek úgy, hogy itt maradtok két év után? Tehát az volt, hogy 91 júniusában érkeztünk, és aztán nagymamám szeptemberben, október elején meghalt, és igen, és ez nagyon nehéz volt, de tudtam, rögtön utána anyukám, tehát meghosszabbítottuk a turista vízumunkat 3 hónappal, és akkor az volt, hogy akkor vissza is jövünk, mert akkor nem tudtunk volna itt maradni. És akkor anyukám találkozott egy erdélyi magyarral, Kolozsvárról, képzeld, és ő nagyon, nagyon rendes ember volt, mert ugye hirtelen megjelent egy anyuka 3 gyerekkel, és befogadott minket, és akkor így megszerették egymást, és akkor így összeházasodtak január, 92. januárjában összeházasodtak, és akkor itt tudtunk maradni, ilyen egyszerű volt. Mondjuk, igen, és édesapámnak volt nehéz, ugye, mert meg nekünk is, mert nagyon hiányzott nekünk apukánk, és ugye azt így elfogadni, hogy most akkor kimaradunk, az nagyon nehéz volt. Ja, nehéz döntés. Hát mondjuk ez, igen, nem az én döntésem volt igazából, hanem anyukám döntése. És igen, tehát ez mindig kérdéses, hogy most akkor így azt mondtam, hogy haza akarok menni, akkor hazamentünk volna, de szerintem hát a húgom meg a nővérem is már úgy álltak hozzá, hogy akkor ez inkább itt maradnának, Ausztráliában maradnának. Mivel 14 éves voltál, a középiskolát ott végezted el, ugye, Magyarországon? Nem, az első gimit jártam be. Az első gimit. És utána itt folytattad a tanulmányait. Észrevettél bármi különbséget a két ország oktatási rendszere között? Hát sokan mondják azt, hogy Magyarországon kifejezetten nehezebb, ugye, és szigorúbb, és magasabb szinten, ugye, van az egész. Mondjuk azt észrevettem, hogy a jegyeim Magyarországon a 4-es volt, körülbelül 4-es, átlag 4-es volt, és akkor ugye egy kicsit erősebb voltam itt. Tehát azt gondoltam, akkor tényleg itt lehet egy picit könnyebb. Uh-huh. De mondjuk azért én meg kellett küzdjek a nyelvvel, az egy másik dolog, meg a kultúrával.
Tehát azért voltak kívások. Nem az volt, hogy hirtelen könnyebb lett minden. Ahogy sokat hallom, én is itt végeztem az egyetemet, és tudom, hogy az otthoni tapasztalatokhoz képest nem egyszerűbb, hanem talán logikusabb a felépítése az oktatási rendszernek, mert kevesebb lexikális tudásra van szükség, de ugyanúgy kell használnod a fejedet ahhoz, hogy... Matematikában ugye Magyarországon csak egy matek volt, nekem 90-es évek elején, vagy lehet, hogy meg kettő is volt, de nem, emlékszem, csak egy matek osztály volt, és itt meg ugye Ausztráliában volt matek 1, matek 2. És akkor a matek 1 volt az a könnyebb volt, nem tudom, de én könnyebbet választottam, és akkor abból kaptam egy... Nincs rá szükséged, akkor minek? Hát most nem annyira érdekelt. Mm-hmm. És miért pont a filmipart választottad? Magyarországon ugye érdekelt a színjátszás, és a Budapesten a Nemzeti Színházban játszottam, a Légy jó, mint Álékba, és azt nagyon szerettem, és akkor ez nagy dobás volt számomra, tehát így önbizalom szempontjából. És akkor kijöttünk Ausztráliába, akkor ugye nem tudtunk angolul, nem tudtam angolul, és akkor így a kamera mögé kerültem. Hát 11-be, ami magyar megfelelője, az a harmadik a gimi, ott ugye volt, ott lehetett választani tantárgyakat, és akkor ugye színjátszást is választottam szerintem, de ugyanakkor volt a film és tévé, és akkor azt is. Uh-huh. És akkor azt nagyon megszerettem. És mikor azt mondod, hogy filmeket gyártasz itt Ausztráliában, mit csinálsz pontosan ezekkel? Te írod meg a darabokat, vagy forgatod? Igen, hát a filmtől függ teljesen, de általában az történik, hogy jön egy ötlet, mondjuk vegyük a nagypapám történetét példaként, ugye az 98-ban készült a film, 99-ben. Tehát a nagypapád, ő az a volt miniszterelnöke Magyarországnak, ugye? Igen. Tehát ő volt Magyarország miniszterelnöke 55-ben, és akkor ugye mikor kitűlt a forradalom, akkor ő lemondott, és ugye a Nagy Imre lett a miniszterelnök, de ugye a Nagy Imre nem volt hajlandó aláírni azt a papírt, és akkor az orosz nagykövet Andropov ugye ismerte a nagyapámat, és éppen ott volt a parlamentben, nem tudom miért pontosan, nem mindegy, és akkor ugye oda ment hozzá, és aláírta ezt a papírt, ami hát legitimizálta az oroszok bejövetelét, mondjuk azt. Tehát igen, az volt az első filmem, most annak a folyamata arról szólt, hogy ugye volt egy ötlet, hogy a Hegedűs Péter ausztrál-magyar unoka visszamegy Magyarországra, és elbeszélget a nagypapájával, hogy pontosan miért is hívta be az oroszokat. Ez volt az alapkoncepció. És akkor ugye ez így kezdődött. Tehát én erről írtam egy ilyen úgynevezett treatmentet. A treatment az igazából, mint egy ilyen forgatókönyv. Tehát a dokumentumfilm nem lehet tudni, mi történik. Ugye, hogyha főleg egy olyan filmet készít az ember, ami igazából egy úton követ egy történetet. És akkor ugye megírtam egy ilyen treatmentet, hogy én elképzeltem az egészet, hogy megérkezem, beszélgettünk, erről beszélgettünk, aztán arról beszélgettünk. És ennek volt ilyen szerkezetem, mert ugye ezért rendesen elolvastam egy pár könyvet forradalomról is, meg a nagypapám szerepéről is, tehát ezt rendesen kiírtam, hogy pontosan mikor, mit fogok kérdezni. És akkor ez volt az alapja az egésznek. És akkor ezt forgattunk, 60 órát forgattunk, 60 órás anyagunk volt, és akkor abból levágtuk ezt egy 52 perces filmre. Ez, ha választanod kellene egy kedvenc filmedet azokból, amiket csináltál, ezt választanád? Lehet különben, de most is készítettem egy új filmet, és azt is nagyon szeretem. Igen, szerettem azt. Mondjuk 22 évesen csináltam azt a filmet, persze nagyon nehéz volt, de visszagondolva azért az volt majd egyik Hát nem lehet, ez olyan relatív az egész, tudod, mert akkor most én 46 éves fejjel, akkor persze ez könnyűnek tűnik innen, de akkor nehéz volt. Uh-huh. Ezeket a filmeket, amiket megnéztem, amiket csinálsz, például a Lili és az Éva történetek, ezek a történetek hogy jutnak el hozzád? Hát mindkezdő a Lili egy jó példa, mert akkor 2016-ban nem terveztem én magyar témájú filmeket csinálni, sőt, másik projektet szerveztem, fejlesztettem. És akkor egy barátom, vagy inkább kollégám, akkor nem voltunk igazán barátok, de a Vladut Zoltán, aki egy magyar operatőr itt Brisbane-ben, nagyon sok, nem tudom, ismered-e, nagyon sok kis filmet csinál magyarokról, magyar tévének. Mi a neve? Vladut Zoltán, Sunstar Studio-nak a vezetője. És akkor ugye felkeresett, és mondta, figyelj, hát
van ez a Gárdonyi Lili nevezető néni, aki a Magyar Rádiót vezette több éven át, vagy évtizeden át, és tök jó története van, üljön, gyere már el, nézzük meg. Már akkor már ugye az Olivad úgy dolgoztuk, hogy ő vágta az Évás filmet, tehát akkor így megtaláltuk egymást, és igen, akkor már vagy azért már találkoztunk, és mondta, hogy akkor Lilivel üljünk már le. És akkor leültem a Lilivel, és akkor elbeszélgettünk, és akkor így rögtön tudtam akkor abban a pillanatban, hogy akkor erről egy filmet akarok csinálni. És ez mindig így történik, hogy ez egy belső megindulás, amit érzek, és ezt megérzem, és ezt nem tudom elengedni. És akkor ez így megyek utána. Szép szorító történet. Igen, hát ez eszméletlen, igen. Ezek az úgynevezett film streaming szolgáltatások, mint például a Netflix vagy a Hulu, teljesen megváltoztatták a filmiparágat. 15 évvel ezelőtt a tévén és a mozin kívül nem nagyon volt más lehetősége egy filmet bemutatni. Még ezeknek a szolgáltatásoknak köszönhetően nekem úgy tűnik, hogy mára sokkal egyszerűbb egy filmet eladni, mint eddig. Te mit gondolsz erről? Hát amikor a Netflix ez egy nagyon nehéz streamer, tehát nagyon nehéz bejutni oda, mint egy filmes. De mondjuk a Lili magyar Netflixen rajta volt, ami nagyon izgalmas volt, különben tényleg nagyon sokan látták úgy. De mindenképp mondjuk vannak más ilyen úgynevezett platformok, ahol ugye a dokumentumfilmeket is be lehet mutatni, és ott a Lili is bejutott egy ilyen platformra, és szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség. Mindenképp jó dolog. De mondjuk a minőséget az nehéz kontrollálni, mert sok ilyen platform, sok rossz minőségű filmet is bemutat, és az meg ez nem akarná, hogy mondjuk egy jó minőségű film, amit tényleg úgy látom, hogy egy jó film, az egy olyan platform szerepeljen, ahol mondjuk nem annyira jó filmek vannak. Tehát vigyázni kell. Értem. Érdekes, erre nem is gondoltam. A másik kérdésem az lett volna, hogy egy csomó filmed van, ami úgymond negatív történetet mond el. Miért pont ezeket a történeteket választod? Például, mondj egy példa. A Lili például. Negatív történet? Milyen szemben negatív? Egy szomorú történet. Negatív, hanem szívszorító. Igen, szerintem inkább szomorú, mint negatív, mert negatív. Tehát igen, szomorú történet. Mondjuk azért meg mindig érdekeltek a világ problémák. És ugye én olyan családban nőttem fel, ahol ugye én gyerekként személyesen éreztem az igazságtalanságot. Tehát ugye nagymamám ugye zsidó volt, és őt bezárták egy koncentrációs táborba, és ezt 10 évesen tudtam. És ugye ezt nem értettem, hogy lehet egy embert bezárni egy táborba, azért, mert nem tudom, egy zsidó, érted, ez ilyen nevetséges. És ugye, és ez bennem volt, meg a másik oldalon nagymamám, aki kijött velünk Ausztráliába, ő meg félig cigány származása volt, amit szégyelt és titkolt, és nem mondott el nekünk. És az ember ezzel nő, ezekkel a furcsa ilyen igazságtalanságokkal nő föl, és nem érti. És akkor rájön arra, hogy igazából ez a világ maga egy nagyon igazságtalan hely. És szerintem a filmeimmel mindenképpen erre akarok rámutatni, és meg akarom mutatni a nézőknek, az embereknek, hogy igazából részt kell vegyünk ebbe az ilyen, mondjuk a megbékélési folyamatban. És sokszor ez a folyamat nem csak ilyen, nem egy ilyen társadalmi szinten működik, hanem egy olyan egyéni szinten történik, egy családi szinten történik. És a filmek képesek erre így rámutatni nagyon szépen. És a Lili is, mint egy film, is ezt csinálja. Köszönöm. Mondtad, hogy tanítasz itt a Griffith Egyetemen. Szeretsz tanítani? Igen, szeretek tanítani. De azt szeretem, amikor van egy nagyon jó kis egyensúly a tanítás és a filmkészítés között, mert ugye ha egyfolytában tanítanék, akkor azt nem bírnám. De mert úgy működik, hogy igazából tanítok, filmeket készítek, és akkor tanítok, és akkor ez egy szép egyensúly alakult ki, mert amikor az ember tanít, akkor ugye mindig azt gondolja az ember, hogy ugye az történik, hogy a diákok tanulnak, és én vagyok a tanító, de igazából számomra az történik, hogy én is tanulok, legalább annyira, mint a diákok. Mert ugye jobban megismerek más filmkészítési módszereket, ugye, mert ezt meg kell tanuljam, el kell mondjam nekik. És a diákok perspektívája is nagyon érdekes, tehát az is nagyon sokat számít. Mit gondolsz, hogyha a jövődet nézed az elkövetkező 5 évben, ugyanezt szeretnéd csinálni, amit most csinálsz, tanítani és filmeket csinálni, vagy valami más terved van? Pilóta szeretnék. Nem, igen. nem jó úton haladsz. Nem jó úton haladok, nem.
Te egy gyerekkorom pilóta akartam lenni, de nem szeretnék pilóta lenni. Ne, ugyanezt szeretnénk folytatni. Igen. Tehát a filmeket szeretem csinálni, és ez tényleg biztonságot és alapot ad nekem ez az egyetem. Nagyon szeretek itt lenni, és szeretem a kollégáimat is, az igazság. Tehát... Itt végezted alatt az egyetemet a Griffithen? Vagy pedig... A Griffithen, igen. Akkor igen. Ezért döntöttél úgy, hogy itt tanítanál? Nem ezért, mert volt egy lehetőség 2013-ban, hogy akkor itt tanítsak, és akkor persze mindig visszajöttem ide, ilyen tehát előadásokat tartani, és akkor így szóltak miért nekem. Pont a Griffithet választottad egyetemként? Meg 90-es években ugye a Griffith Egyetemnek más volt teljesen a struktúrája, mert akkor ugye most itt azért mondjuk 100-150 diákot fogadunk be évente. Ugye akkor ez nagyon speciális, ilyen 18 diákot fogadtak el. Az hasonló, mint Magyarországon volt, nagyon speciális és nagyon kreatív program volt, és ugye az volt az, ami nekem nagyon tetszett, és beválasztottak 500-600 diákból, ugye kiválasztottak, és az nagyon nagy dolog volt számomra. Persze nem segített abban, hogy 3 évvel később ugye munkát kapjak. De nehéz munkát szerezni? Hát nagyon nehéz. A konkurencia nagyon nagy, és ugye tényleg nagyon sokan akarnak filmeket csinálni, tehát ez... Tehát egy nehéz industry. Nagyon nehéz ipar, igen. Így, hogy Ausztráliában élsz, és ez az ipar ág igazából Amerikába. Az Amerika az, ahol én szerintem vagy 80%-át ezeknek a filmeknek legyártják, 70%. Hát mondjuk attól, hogy milyen filmről beszélsz, mert hogyha, tehát nagyon sokfajta film van, hogyha mondjuk inkább ilyen fikciós nagyjátékfilmekről beszélünk, akkor belül is van különböző kategória. Tehát van a hollywoodi fikciós film, aztán van az indie film, tehát ezek is minden, tehát igen, de Amerikában nagyon nagy az ipar, de Indiában is, tehát ott is majd olyan hasonlóan óriási, mint Amerikában. Így, hogy Amerikában nagy az iparág, vagy Indiában, és itt Ausztráliában nem annyira nagy, így szerinted nehezebb egy producernek itt munkát találni ebből kifolyólag, vagy tehát nincs munka, úgymond, vagy pedig túl sokan szeretnék csinálni, és ebből kifolyólag. Szerintem az, hogy túl sokan szeretnék csinálni, és nagyon kevés pénz van. Tehát ugye itt nagy részben Ausztráliában állami pénzből készülnek a filmek. Amerikában pedig nem, ott stúdiók adják a pénzt, és az óriási különbség Amerika és Ausztrália között az, hogy Amerika 330 millió nép, tehát Amerikában 330 millióan laknak, Ausztráliában meg 26-25 millióan. Tehát azért ugye teljesen más a piac, és a követelmények is másak, és ezért sokkal nehezebb, ugye itt úgy elképzelni azt, hogy most akkor csinálsz a filmet, és akkor itt mindenki megnézi. Mert az igazság, hogy itt Ausztráliában is inkább az emberek amerikai filmeket néznek, mint hogy ausztrál filmeket nézzenek. És nagyon nehéz ugye kialakítani Ausztráliában, ez egy nagyon nagy kihívás, és mindig beszélünk az iparon belül, hogy is lehetne tényleg egy ilyen igazi ausztrál hangot megtalálni a filmekkel. Ugye? És ez mondjuk Magyarországon, és Magyarország is küzdött ezzel sokáig, és Magyarországon igazából akkor voltak nagyon sikeresek a filmek, amikor ugye a 60-as és a 70-es években a filmrendezők ugye a cenzúra, az állam ellen léptek fel a filmeikkel, és olyan filmeket mondtak el, amik csináltak és készítettek, amik a rendszer ellen beszéltek, de úgy kellett beszélnek, hogy közben maga a cenzúra, nem tudom, bizottság el tudja fogadni. Tehát nagyon okosan és rafináltan kellett filmeket csinálni, és olyan nyelv és olyan hang alakult ki ugye Magyarországon, ami nagyon, nagyon különleges volt. Tehát a Jancsó Miklós, meg minden ez a generáció. És most ezért nagyon nehéz a Ausztráliában, mert igazából tényleg gyerekként is ugye bekapcsolod a tévét, sok az amerikai Batman, van ez a szuperhős filmek, ugye hát ezt gyerekek imádják, én is imádtam. Gondolkodtál azon, hogy esetleg Amerikába költöznél, mert hogy ott nagyobb lehetőségeid lennének? Gondoltam, de jártam sokat, és nagyon szerencsés voltam, mert a filmem, amit a nagypámra csináltam, az első díjat Amerikában nyerte, és akkor oda kis fizették a jegyemet, nyertem egy díjat, de nem éreztem azt, hogy nem éreztem otthon magamat. Tehát ez egy érzésre ment az egész, és a filmek, amik nagyon foglalkoztattak, az mindig, ahogy te is mondtad, ez a magyar-ausztrál téma. Nem tudtam, nem érdekeltek ezek a nagyon ilyen commerce. Említetted, hogy egy ausztrál feleséged van.
Észrevették különbséget az ausztrál és a magyar kultúra között, mármint így a társadalomban? Nekem voltak nehézségeim a párommal kapcsolatban az elején, hogy nem értettük meg, hogy az egyik miről beszél. Voltak ilyenek neked is? Például mit nem értettél? Nem. Különböző szavakat félreértettem, vagy ő. Tényleg? Igen. Már nekem más volt a jelentése, mint ami neki lett volna. Tehát nekünk egy sok időbe tellett, amíg átbeszéltük a dolgokat, hogy ő mit, hogyan gondol, vagy hogyha mond, akkor mit ért az alatt. Neked semmilyen... De mindenképp vannak ilyen különbségek, mert ugye én olyan családból származok, főleg az anyukámmal, a édesanyám, aki mindent megbeszéltünk mindig, és ez a közelség, az érzelmi viszonyok, ezek nagyon erősek és érezhetőek, ugye? És szerintem itt Ausztráliában, most ez nem lehet általánosítani, de ez a tapasztalatom, hogy ugye itt meg az van, hogy Anna egy olyan családból származik, ahol ugye nem annyira beszélnek az érzéseikről, és szerintem ez mindig is ez egy ilyen kicsit... Nem szeretnek panaszkodni. A magyar panaszkodik. Igen, panaszkodik. Igen, lehet, ez lehet. Igen, ez lehet. Én úgy veszem észre, hogy mindig minden tökéletes. Igen. Ez lehet, tényleg most gondoltam erre. Ha meg hazamész, akkor az első dolog, hogy valaki elmondja a problémáját. De ha belegondolsz, azért Magyarországon sokkal nehezebb az élet, mint itt, nem? Tehát azért minden szempontból, most az időjárás tegyük is félre, de gazdaságilag is, meg ugye, meg az is a másik dolog, hogy ugye Magyarországon van egy nagyon ilyen erős és hát mondjuk az, hogy tragikus történelmi háttere. Igen. És azt mondjuk így visszük magunkkal szerintem rendesen. Sajnos. Igen. Hát belénkássák, vagy vésik az iskolában először. Igen. Ez így van. Milyen gyakran szoktál hazamenni? Hát attól függ, hogy idén 4-szer voltam képző. Nem háromszor? Nem háromszor, bocs. Azt a 26 órás repülő után. Hát azt kibírom, én azt akkor gyerekekkel megyek, az nehezebb. Tudod, de most az volt, hogy igen, voltunk, egy hónapra mentünk áprilisban, akkor ugye a Covid miatt nem mentünk sokáig. És ott voltunk 4 hétig, én forgattam is egy picit, meg innen, de apukám, édesapámnál laktunk, és nekem van egy nagy háza szerencsére, és akkor ott ugye a gyerekek ott nagyon elvoltak magukba. És az volt, igen, és az volt, az jó volt, és akkor ugye most csináltam, vágtam egy filmet magyar vágóval, és akkor ugye ezért vissza kellett menjek másodszorra, és aztán pedig harmadszorra pedig pici munka volt ott, és akkor az meg máshol is Európában, úgyhogy ide-oda mentem. Szerinted Magyarországon kezd a filmipar úgymond előrébb jutni abból kifolyólag, hogy olcsóbbot forgatni, mint más országokban Európán belül? Mindenképp segít, mert ugye sok amerikai és Netflix produkció van Magyarországra. Mert ugye építették azt, van az a stúdió, nem tudom pontosan, hogy hagyják, de ugye van Prágában az a Barrandov stúdió, és Magyarországon szerintem 90-es évek végén, vagy 2000 elején építettek egy hasonló stúdiót, és van ez a hogy mondják ezt magyarul, ezt a rebate, magyarul mondják, hogy rebate. Kedvezmény, és akkor ez a 25% Magyarországon. Ami nagyon jó, itt Ausztriában 40, tehát itt mondjuk egy kicsit jobb. De Magyarországon olcsóbbak ugye az árak és a munkaerő is. Tehát így vagy kiegyenlődik. De mindenképp az segít, hogy inkább egy nyugati filmek beüljenek, de ott ugye ez nem segíti, vagy az, hogy Magyarországon a magyar filmek megerősödjenek, vagy valami ilyesmi. Tehát ez nem fogja segíteni a magyar ipart abban szemben. Meg Ausztrália is az mondta, hogy jönnek ezek az amerikai produkciók, mindenképp kellenek az emberek, hogy dolgoznak rajta, de nem ausztrál filmeket készítenek, hanem amerikai filmeket csinálnak, és amerikai témákra szólnak, akcentussal beszélnek. Csak a helyszínt használják, úgymond. Hát a helyszínt használják úgy, hogy a stúdiókat használják igazából. Meg kell nekik a 40%-os engedmény. Erről szól az egész, úgyhogy sajnos ez nem jó. De persze mindenképp jó, hogy azoknak, akik ugye neki csak az utómunka fontos, akkor nekik ez bejön, mert akkor dolgoznak, kapnak fizetést, és most nekik nem fontos. Sok embernek nem annyira fontos az, hogy most ausztrál filmeket csinálják. Ha valaki el szeretné kezdeni a filmipart, mit javasolná? Ne kezdje. Ne viccet. Hát jöjjön a Griffith Egyetemre, nem? Most az... Oké. Akkor ez a javaslatod, hogy itt kezdje el. Nem, most azért, hogy kihez beszélünk, de... Magyarokhoz általában. Ja. Úgy gondolod, Magyarországon? Magyarországon, igen. Aha.
Hát szerintem minden, Magyarországon is vannak nagyon jó szakemberek, sőt, nagyon sok jó szakember van Magyarországon, és velük kéne felvenni a kapcsolatot, és mondjuk egyetemre kéne jelentkezni, de még fontosabb az, hogy az ember akkor írja egy történetet, és csinálja meg azt, hogy csinálja filmet belőle. Mert szerintem nem szükséges 100%-ban egyetemre járni ahhoz, hogy az ember most filmes legyen. Tehát... Ez a tapasztalat fontosabb szerint. Tapasztalat nagyon fontos, és kapcsolatok nagyon fontosak. Az egyetem tényleg azt megadja a kapcsolatokat, mert sokszor nehéz betörni. Uh-huh. És ugye az egyetem ad egy ilyen sok lehetőséget arra, hogy kiépítsen kapcsolatokat. Uh-huh. Mi lenne az álomfilmed, amit egyszer meg szeretnél csinálni? Fú, ez jó kérdés. Nincs álomfilmem. Uh-huh. Csak a témától függ meg, hogy épp hogy mi érdekel. Uh-huh. Köszönöm szépen, Péter, az interjút, és remélem még a jövőbe fogunk tudni találkozni, mert érdekesnek találom a munkádat. Köszönöm az idődet. Köszönöm szépen.